big boom. Som ez a kis, te mit keresel ott bent? Mi? Hallod? Te mit keresel ott bent? Mi? Te mit keresel ott fent? Vagy mi az a hely? Nem tudom. Mi? Micsoda? Az ki? Hello! Az Piroska, te vagy az? Nem. Ő Móni. Móni? Vagy Móni, te vagy az? Milyen Móni? Igen, jól látod. Ki az a Móni kis? Az exem. Exed? Ja, most mi van? Mi volt a lába? Hát... tudod, hogy miért vagyok. Én szerettelek, haló? Aha, mégis azt a másik kutyalányt választottad meg. De, váltok, én le vagyok maradós. Miről van szó? Miért vagyunk itt valami nem tudom milyen helyen kis? Miért vagy lávató mellett? És honnan tudja, hogy te Mónika vagy? És mi van itt? És miért vagyunk itt? Honnan tudom, annyit tudom, hogy ő az exem, és nem tudom, hogy miért csinál ilyet? Mónika? Hát te azt a másik kutyalány választottad. Hát de most ez van! Nem, nincs így! Oké, értem, sokkal jobb vagyok nálam. Szóval egy szerelmes összetört szív éppen elrabolta a kutyáját, vagy a kutyámat, és ez miatt most engem miért raboltál? Nekem ez mi közöm van? Hát le szét kist, akkor én megyek haza, sziasztok! Ne! Dani! Jó, vicceltem. Ez nem vicces. Ne, alattam van egy láva, és már most igazoltam. Jól van, nyugi. Nem vicces, de jöjj! Oké, na Mónika, mit szeretnél akkor? Mondjad! Van hozzá egy pár kérdésem, hogyha meg tudod őket válaszolni, akkor kiengedem. De aha, ha egyet elmondasz, akkor egy üveg így eltűnik alóla, kettő réteg van. Aha, szóval ügyesen. Szóval egyet hibáztatok, értem. Pontosan. Hát ez nagyszerű, oké. Dani, én... nagyon ajánlom, hogy most maszol legyen az agyad. Jó, oké, igyekszem, de figyelj már, mi... Mónika, még ne csináljál már ilyeneket, komolyan mondom még egy... Pár napja mindig csinálják, jó? Köszönöm, hogy megjelent! Nyugi, na, nyugi van! Miért kellett? Csöndbe legyél! Na, Mónika, van egy ötletem, figyelj, mi lenne akkor, hogyha most kis mondjuk újra megszeretni téged, és akkor elmehetnénk, na? Mit gondolsz? Na, biztos. Istenem, nagyszerű, hát akkor ebből semmi nem húzok ki magunkat. Hát srácok, akkor úgy tűnik, hogy nektek kell úgymond segíteni. Léci, PLS, dobjatok egy lájkot, hogy drukkoltok nekünk. Remélem, hogy minden kérdésre tudunk válaszolni, vagy különben ki is meghal. Szóval mindenféleképpen ezzel nyomjátok a lájkombokat. Különben... Ne mondjál ilyet, nem fogok ugye. Jó, nem mondok ilyet, csak hogy segítsen minket egy lájkomb megnyomással, és érkeztetek is fel, Léci. Hát igen, és kommentben segíts nekünk, hogy mik vajon a válaszok. Segítenek! Jó, oké, jöhetek a válaszok, megpróbálok el válaszolni. Na? Igen, jó a kérdés. Jöhet, igen. Jó. Na. Hány haverja van Daninak a videóiban? Tehát nekem, oké. Hát hány haverom van? Várjál, van kis-kis, van kis, van husi. Fú, na látok. Van husi, van hát kis Dani, gondolom az is beleszámít. Kik vannak még, srácok? Segítsetek. Szerintem kb. Ennyi, akikkel is szoktam videózni. Még talán ide tudnám sorolni. Dani, te legyél hülye! Mi az? Hát, ja, kis, azt nem mondtam. Nem az. Mi az? Fekete! Ki? Ja, Black? Igen! Oké, Black, igen. És így kevés ennyi, nem? Akkor öt. Helyes? Uh-huh. Okay. Igen. Jól van. Okay. Ez a második? Szerencsét! Mikor kezdte Dani a videózást? De mehetok, 13 éves koromban kezdtem el, 19 vok. Hát akkor 6 éve, nem? Logikusan. Igen. Jó, hát, oké. Jó, legalább öntanulásba lötött vagy. Jó van. Na, igen, jól állunk, igen. Így kis kedvenc kajája. Kedvenc kajája kisnek? Na várjátok, kis nagyon-nagyon sokféle kaját szeret, de főleg a húsikat, ezt nem mindenki tudja. Nyilván. Igen. De amúgy, de miért kérdezel ilyenek, és honnan jut ezek eszedbe? Engem a neki! Nem! Menj a csöndbe! Menj a sarokba! Nem, menj onnan! Nem tudom, hogy szinted a kis. Hagyd a fejed és hátad. Te nem vagy most itt. Nem tudom, hogy szedtek is, de amúgy ez a csaj szerintem nagyon meg akar téged ölni, szerintem nagyon haragszik rád. Én ezt érted, az élet ilyen!
Na jó, oké, várj, hadd gondolkodjak. Szóval van a csirkehús, disznóhús és marhahús. Ezek közül a csirkehús biztos, hogy nem. Steak vagy sült sertésszelet? Tudom, hogy a steaket jobban szereti. Igaz? Igen. Sászok, nem tudtátok? Na, nem vége. Na, azt hiszem, elrontod. Tudom én, nyugi már, na. Nem rontom el. Profi vagyok ebbe. Na, következő kérdés, várom. Hány éves kis? Ne szivasszál. Várjál már, kis... kis... Hány éves is vagy? Kettő és... igen, kettő és fél éves. Ja. Oké, okay. És közben a kis miért fullad meg? Nagyon meleg itt a levegő a lába miatt, amit arra lejöttél! Jó, értem. Remélem, hogy tovább fulladozod, aztán belehalsz, és akkor... Köszönöm szépen a kedves gondolatokat, Monika! És ezért kéne normálisan elválni a barátnőitől, nem úgy, hogy más lányokat találsz helyettük, meg ilyenek. Igen, nézd már, ez beteg állat! Hát jó, amúgy megértem. Róla te beszéljünk, jó? Na. Jó, na, de... Ha már elnézem, de buf, buf, fos! Na! Na, hogy beszélsz? Monika! Következő éppen. Kérdés! Következő kérdés, várom! Na! Milyen rangja van Maisonon kisnek? Ó! Staff, nem? Hogyha jól tudom. Igen. Igen. Hú-hú! Yes, tudom. Ha-ha, tudtam. Na, mikor leszek admin amúgy? Nem tudom, srácok, esküszöm. Jó, tökéletes pont. Srácok, kis megérdemli az adminnt már zónak? Igen! Hogy miért gondolod, hogy igen, akkor dobítok el a helyet. Nem, hogy már vagy az admin. Hát, Monika úgy tűnik, hogy ellene van. Srácok, hogyha ti ülletek, hogy kis megérdemli, akkor írjátok le kommentbe, és dobítok egy lájkot. Gyerünk, na. Szóval, igen, kövi kérdés, jöhet. Készen állok? Hát, hogy fürdött kis életében. Én még soha nem láttam kis fürdeni amúgy, ez az egyik. Hát, beleszámít a fürdés azt, hogyha mondjuk vízhez ért? Vagy nem hát, tudom? Igen. Tényleg? Hát, de ezeket én nem számoltam. Hát most volt olyan, hogy mit tudom, én véletlenül beleesett a medencébe, vagy belelöktem, vagy tóba, vagy bármi. De most hát így igen. Rendesen lefürdeni nem fürdött le. Tehát nem tudom. Igazából. Még soha nem volt olyan, hogy így megszólalt, azt menni akar fürdeni így a kádba. Vagy volt ilyen kis? Persze, hogy volt. Mindjárt fürdik majd lávába. Mekkora poén, mindjárt fürdik lávába. Amúgy, ez tök jó lenne. Hú, de vicces vagy, Dani! Marika vagy, mi vagy te? Mónika. Amúgy elkálltad. Mert igen, csak akkor fürdetik, ha belelökted a vízbe. Na, hú, ez az, yes, oké. Okay. Na, van még kérdés, hogy mikor nyerek már amúgy? Mennyi kérdés van? Van, még bőven, még nyugodt. Jaj, de jó. Jól van, várom akkor kövét. Milyen csatornái vannak Daninak? Milyen csatornáim vannak? Mm-hmm. Hát van a PGT Dani, Dani Game, Dani Kalandok, Dani Minecraft, és hát a kis, de az kis csatornája, és Black és Dani, ennyi. Fejbe tudom, easy. Jó. Oké. Okay. Gyerünk srácok, gyerünk, biztosatok. Jó, jöhet Mónika. De ügyes vagy Dani, tudod a csatornáidnak a nevét, büszke vagyok rád! Jó, na. Igen, na, állítsad le. Na. Mikor találkoztam meg kis Danit először? Úram, atyám. Kis Danit először? Hát betippelek egy ilyen 8 hónapot szerintem. Szerintem 8 hónapja. És ráadásul akkor, amikor legelsőnek beszélt a videóban, és ráadásul TNT-vel, és pont az volt a címe, hogy megtrollkodtam Danit a Minecraftban. Fejből tudom. Mennyire pró vagyok már? Na, eltaláltam? Aha. Mi a kedvenc ital a kisnek? Kedvenc itala? Szörp. De ezek annyira easy-ek amúgy, tehát, hogy... Jó, de nézők tudták, hogy amúgy az. Ez tök jó dolog. Nem tudom. Nem tudom, hogy tudták a srácok. Nem, amúgy nyugodtan mindenki írat válaszom ugye a kommentbe esetleg a kérdésekre. Úgyhogy nem hallgatja meg a videót, tehát ilyenek, szóval, ja. Na igen, kövi kérdés. És kedvenc Minecraft blokkja? Kedvenc TNT. Mi más lenne? Te az utolsó kérdés. Igen. Kisnek ki a legjobb barátja? Jó, hát az is egyszerű, én, nyilvánvaló. Nem. Nem? Mi van? A hús volt a legjobb barátja. Mi az? Ne, kis, nem én vagyok a legjobb barátod? Kis! De, eltűnt. Kis, nem én vagyok a legjobb barátod? De. Akkor miért mondta azt, hogy a hús voltos? Ahogy bűn,
aludni bűn. De tudja aludni bűn, te maradjál ma Marika, vagy ma Mónika, vagy mi vagy már, te szörnyeteg. Hát, és akkor te mi vagy? Na. Esély már egy kicsit. Mennyi kérdés van még hátra? Mennyi kérdés van még? Na, ez volt az utolsó. Akkor nyertünk? Mhm. Na, akkor mehetünk haza? Vége? Vagy nem tudom. Ha? Ez eltűnt. Hol van? Mónika! Mónika? Mi szó van? Halló? Kis! Hova tűntél? Kis! Srácok? Hol vagyok? Kis! Hol vagyunk? Itt van? Ja! Megnézted, ami haza. Na! Haza kerültünk! Haza van írva! Jó van, oké, akkor kivittük a pályán sikeresen ezek szerint, nem? Ja. Na, tök zsír. Jó van. Mi az? Mónika eltűnt. Igen, Mónika eltűnt. De ő bezárt engem egy ilyen bűvekkalitkába, és alám rakott lávát. Igen, hát ezt jól látod. És eléggé nagy valószínűség, lehet még egyszer meg fél velünk csinálni amúgy, már nem azért. Nem hiszem, ugyanis szét fogom tényleg. Azt tudod, hogy hol lakik, vagy... Ja nem, te tudod, hogy hol lakik, nem? Hát, hogyha azóta nem költözött el. Várjál már! Nekem... Várjál már! Van egy jó ötletem. Nézd! Tessék! Van egy jó ötletem. Nézd, mit adok? De Móni! Istenem! Nem kis titkos bunkere? Jó, azt mondja, megnézzük. Nem tudom, mi az. Oké, okay, na, hol van? Ujjaj! Hol lakik? Ujjaj! Itt van, jól emlékeztem. Ujjaj, hát... Kevasz Móni, mi van veled? Szia Mónika! Na, mesélj már, hogy is volt az, amikor úgy körülbelül 30 másodperc a lábát raktál alám? Ja, menj, nem. Engem ütögethetsz, hogy egy fél HP-t sem vittél le. De kimenni az ajtón ki tudsz úgy. Mónika, én ezt nem csinálnám az ebbe. Hogy nem fogok! De tudod, hogy kis amúgy... Várjál, Mónika! Mónika, adok egy tanácsot! Várjál, sugok valamit! Mondd azt rá, hogy korcs! Mondd azt, hogy korcs! Na! Akkor mi lesz? Akkor elmegy innen és végig hagy! Na! Hajrá! Na, gyerünk! Csináljad! De mit mondtam, most nekem itt van már? Ja, semmi, mondtam neki, hogy nem tudom, menő vagy. Na! Nem segítesz neki! Nem, de hogy is! Mondtam, hogy itt a helye, menjél ki! Szépen! Mi? Okos! De az előtt mit mondta, hogy kiknek van kint a helye? Hát azt mondtál, hogy csak meg kint a helye. Menjünk ki. Kis, hallottad, amit mondott? Kis, hallottad, amit mondott? Azt mondta lehet, hogy korcs, jó? Mit mondott? Semmit. Most már semmit. Oké. Jól van. Kis egy kicsikét, kis... Oké, srácok, kiszabadultunk, megmentettük kist. Megmentettük kist, és igazából bosszút is álltunk. Vagyis hát kis állt bosszút, kikérem magamnak. Jó, nyugi már, nyugi, inkább segíts elköszönni. Kis... Kell elköszönni, ne nézzek hozzá! Hello, sziasztok, srácok! Nem így kell elköszönni. Na, szóval, srácok, köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztek a videót. Ja, tesszük, hogy egy like-ra leszok fel, meg minden. Köszönöm, hogy szétég a ház. Mindegy, nem én voltam. Nagyon remélem, hogy ezt a videó. Te voltál, rám fogom. Nem tudod rám fogni, mert van róla videó. Szóval találkozunk legközelebb, mert ezt meg... Hadd tudjam már elmondani a megköszönést! Na szóval mindegy, sziasztok, cső! Hello!